Sziasztok! Üdvözöllek benneteket! Ebben a mai videóban ismét egy Photoshop trükköt mutatok meg nektek, amit lehet, hogy nem mindenki ismer, ezért talán hasznos lehet mindenkinek a számára. Nagyon fontos, hogy egy képet elkészítetek, akkor a szemlélőt, aki megnézi a képet, a tekintetét kicsit tereljük. Tereljük még pedig úgy, hogy a kép széle az mindig sötétebb legyen, a belsője fele, tehát a modell áll, vagy a fő téma áll, az pedig világosabb. Nos, ezt fogom bemutatni ma, hogy hogyan tudjuk ezt elérni Photoshop segítségével. Legelőször is a, a külső területtel foglalkozunk. A korrekció között új korrekciós rétekként hozunk létre egy új réteget, és a csúcsfényeket elég jelentősen vegyük vissza ezen a rétegen, látható, hogy mennyire visszavettem, a középtónusokat pedig picit változtassuk meg. Ezzel létrehoztam a új rétegemet, amin most dolgozni fogok. Egy fekete színű ecsettel fogok a maszkon dolgozni, és ezzel létrehozok egy pontot a kép közepén, és ezt fogom megváltoztatni, nagyobbá fogom tenni a szabad alakítás menüponttal, úgy, hogy a Shift és az át billentjüket egyidejűleg előtte lenyomom. Tetszőlegesen tudom eltolni ezt a pontomat, megnagyobbítani, szélesíteni, akár elforgatni a képen, és ezzel meghagytam tulajdonképpen a kijelölt részt, ezt a részt az eredeti világosságban, és a többi rész lesz sötéted, Tehát nem világosítottam most, hanem meghagytam az eredeti világosságban, és ahogy mondtam, el tudom tolni, kiebb nyújtom, elforgatom, stb. És ezután a belső világosított részre fogok áttérni, létrehozok egy új üres réteget, amin szintén elhelyezek egy pontot. A, valahol a modell közepén körülbelül, és ezt a pontot ugyanúgy, mint ahogy az előbb láttuk, ki fogom jelölni, tehát nagyobbra fogom állítani. A, úgyhogy szintén a Shift és az Alt billentyűket előtte megnyomom, és így fogom a méretét megnövelni ennek a pontnak nagyobbra is állítottam, és látható, hogy így még azért nem annyira használható ez a trükk, és épp ezért a normáról át fogok menni, először megmutatom, hogy a látfényel milyen eredményt ad, mit fog megmutatni, hanem az átfedésre állítom, ez teljesen erősnek tűnik, most épp ezért a fedettséget visszaveszem olyan 15 és 20 százalék közöttire ez már teljesen életszerű ez a megoldás, úgyhogy az a roppan nagy előnye ennek az eljárásnak, hogy utólag is el tudom tolni, forgatni tudom, tehát tudok módosítani utólag is a képen, hogyha szeretnék. Ha megduplázom ezt a réteget, tehát még egyet létrehozok belőle, akkor pedig lejjebb is tudok ilyen világosított részt létrehozni, tehát mondjuk a lábnál akarok még világosítani, akkor odahúzom ezt a részt, tehát minden további nélkül tudom módosítani. Ahogy láttátok, elkészítettük a képet, és előtte, utána képen megmutatom, hogy mennyit tudtunk ezen változtatni. Tehát a szemlélő tekintetét teljes mértékben tudjuk vezetni egy ilyen egyszerű Photoshop trükkkel. Próbáljátok ki ti is ezt a technikát, használjátok, és kommentben írjátok meg, hogy mennyire találtátok hasznosnak ezt a videót, lájkoljátok a videót, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok, jó fényt!